November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Ennek jelképe a fehér szalag, amelyet mindenki viselt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság rendezvényén. A szakemberek már harmadik éve találkoznak ezen a napon, hogy erről a kiemelt jelentőségű témáról egyeztessenek. Idén főleg a kapcsolati erőszak kezeléséről és megelőzéséről beszéltek az előadók. Miközben a regisztrált bűncselekmények száma évről évre látványosan csökken, a kapcsolati erőszakhoz tartozó bűncselekmények száma azonban nő. A feltételezésünk szerint ez nem azt jelenti, hogy több ilyen bűncselekmény valósul meg, hanem inkább azt, hogy azok a nők, akiket bántalmaznak, azok bátrabban fordulnak a hatósághoz, sokkal inkább kérjük a segítségét. Mi egyébként erre is buzdítunk mindenkit. Az országos főkapitányságnak van egy kezdeményezése, a Csend a leghangosabb sikoly kezdeményezési kampánya, ebbe illeszkedik a mi rendezvényünk is, úgyhogy mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy akinek tudomása van ilyen jellegű atrocitásról, cselekményről, bűncselekményről, aki főleg, ha valaki ennek a sértettje, az igenis forduljon a rendőrséghez, a hatóságokhoz, és kérjen segítséget, és hiszen senkit nem hagyunk egyedül. A kapcsolati és családon belüli erőszakról sokan még mindig azt gondolják, hogy ez magánügy, ezért nem kérik a hatóságok segítségét. Az elmúlt időszakban azonban egy pozitív változást tapasztal a rendőrség, egyre többen kérnek segítséget tőlük, közölte Kovács Attila. Ez talán annak is köszönhető, hogy az elmúlt években egyre több nő a médián keresztül is felvállalta a saját történetét, ezzel is példát mutatva azoknak, akik csendben tűrik az erőszakos otthoni viselkedést. Fontos kiemelni, hogy az erőszak lehet verbális, gazdasági és szexuális. Nem csak a fizikai erőszakot lehet bejelenteni a rendőrségnél, például a fenyegetés és az online zaklatás is bántalmazásnak számít. Bár a családon belüli bántalmazás sok esetben a nők ellen irányul, a gyermekek is sérülnek ezáltal. A szakemberek a különböző rizikófaktorokra is figyelnek, ha gyermekekről van szó. Nagyon sokszor figyelmen kívül hagyjuk például a gyermeknek valamilyen betegségét, azt, hogy koraszülött a gyermek, kis súllyal születik, 3 éven aluli gyermekeknél sokkal gyakrabban fordul elő családon belüli erőszak. Megfeledkezünk a csecsemőnek a megrázásáról például, hiszen azt nem tekintjük olyan klasszikus értelemben vett bántalmazásnak. A szakember tapasztalata, hogy a szülők sokszor szégyellik, ha valamilyen erőszak történik a családban, legtöbbször akkor jelentkeznek, amikor már túl vannak például egy válláson, akkor a nők bátrabban és nyíltabban kérnek segítséget. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat már 14 éve működik, a nap 24 órájában elérhető ez a segélyvonal. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatain segítenek, jelenleg országos szinten 292 férőhelyen tudják őket fogadni. Együttműködnek az ország 20 krízis központjával, itt legfeljebb 8 hetet tölthetnek az áldozatok, illetve a 8 titkos menedékházzal is, ahol maximum 6 hónapon át biztosítanak ellátást. Ezek mellett 21 félutas kiléptetőház és 7 kríziskezelő ambulancia is az érintettek rendelkezésére áll. A kapcsolati erőszak visszaszorítása érdekében ettől az évtől Kapcsolj egyből néven egy telefonos applikáció is működik.